Köszöntöm Önöket! Bringa túrát szerveztek Muraföldén, a Zalai dombok ölelésében. A 16 kilométeres táv emelkedőkkel és lejtőkkel tarkított, gyönyörű erdőségekkel körülvéve Bánok-Szentgyörgy és Szentpéterfölde között. A túrára több iskola csapata vállalkozott, a találkozó egy napsütéses délelőttön Bánok-Szentgyörgyön volt. A résztvevők itt vehették át a bicikliket is. Jött felkérés, én magamhoz ragadtam azért, mert azt gondolom, hogy Zala megye, Magyar Provence, Magyar Toszkána, de sokkal inkább nevezzük nevén, mondjuk magyarul Muraföldének, és persze bejátszik a legendák földje is akár, és van itt jó pár olyan történés és helyszín a lakó környezetünkben, amire nagyon büszkék lehetünk. És erre a gyerekek figyelmét is illő, hogy felhívjuk, és szerintem jönnek is, hogyha ha értelmesen, nyitottan, jól szólítjuk meg őket. Én most 7 diákomat hoztam, és együtt fogunk biciklizni itt Muraföldén, és közben azt remélem, hogy új ismeretekkel is majd kapunk, új ismereteket is kapunk, és olyan látványban lesz részünk, ami lelkünket, testünket frissíti. Úgyhogy ez egy fiatalos program, de bármilyen korban művelhető. Bizonyára nem volt nehéz rábeszélni a diákokat, mi a meglátás, mennyire sportosak a mai fiatalok? Szeretünk panaszkodni, hogy telefonfüggők és így tovább, de én azt gondolom, hogy még az erdő is lehet okos erdő, és még a zalai erdőkben is lehet olyan élményeket kapni 21. századi módon is, meg persze az ősi ösztönökkel és reflexekkel, hogy megszólíthatók a mai gyerekek is. Példát kell mutatni mindannyiunknak. A túrát Cseresnyés Péter miniszterhelyettes országgyűlési képviselő vezette, de a csapatot profi bringások is kísérték. Sziasztok! Hajrá! Ödön, vigyázz a lányokra! Vigyázz! A Szentpéterföldére vezető út, mint ahogy felvételeinken is látszik, valóban gyönyörű. A Szentpéterföldei Vadászháznál Pálinkás Ákos, a Bánok-Szentgyörgyi Erdészet igazgatója köszöntötte a csapatot. A Györgyi Erdészet, ami 10.000 hektáron gazdálkodik, 10.000 hektár állami erdőt kezelünk. Több mint 100 ember dolgozik az erdészetnél, fő profilunk az erdőgazdálkodás. Nem tudom, mennyire mélyen érintsem ezt a kérdést. Azt kell róla tudni, hogy mi erdészek gyakorlatilag 1808 óta űzzük ezt a szakmát. Azóta óvjuk, védjük a Kárpát-medence és Magyarország erdeit. Jelenlegi tebédszünet van mögöttünk, egy brigád dolgozik, egy érítést végeznek, majd lehet, hogy hallani fogjátok ti is az ebéd után, hogy itt dolgoznak. Tehát azt tudjátok, nem sokat foglalkoztatok még ezzel a szakmával, ami rá kell, hogy mondjam, mert a fiatalokat meg kellene tanítsuk, mi erdészek arról, hogy mit is csinálunk, hogy ne az erdő ellenségét lássátok az erdészekben, hanem azokat az embereket, akik tényleg az erdőért tesznek. A túrán résztvevő gyerekek egy kisebb pihenő után szívesen nyilatkoztak az élményeikről. Az osztályfőnökünk hirdette az egyik osztályfőnöki órán, kedvet kaptunk hozzá és eljöttünk. Nem kis út van mögöttetek, milyen élményekkel gazdagodtatok? Eléggé elfáradtunk, de azonban szerintem mindannyiunk élvezte, úgyhogy nem okozott meg problémát, hogy el kellett jönnünk. Milyen volt az út, hiszen ez nem egy szokványos bicikli túra volt, a vadregénye Zalában bicikliztetek, egy kicsit bővebben fejtsd ki nekem, milyen volt? Fárasztó volt, viszont a táj gyönyörű volt, és tényleg szép dolgokat látunk, nagyon szép volt az erdő, az illatok, az érzés, úgyhogy összességében jó volt. Hasonlóan vélekedett Görcsi Rihárd is, a Zsigmondi iskola tanulója. Osztályfőnököm tegnap felajánlotta azt a lehetőséget, hogy ugye lehet erre a túrára jönni. Én egyből elfogadtam, mivel körülbelül másfél éve nem bicikliztem, mert nincs egy nagyon jó biciklim, de ennek hosszú a története. És szeretek biciklizni igazából, csak
nem nyílt rá alkalmam egészen mostanáig. Most viszont akkor másfél év után egy nagyon kemény túra áll a hátad mögött. Hogy érezted magad az úton? Mesélj nekünk erről egy kicsit, hiszen itt voltak dombok, völgyek, itt minden volt. Hát nagyon élveztem, főleg a dombokon lefele a gurulást, mert ilyen szabad érzete van az embernek. Dombon fölfele már kicsit nehézkesebb, ugye? Tehát volt az elején, amikor fel kellett tolnom, de azért megcsináltam. Tehát büszke vagyok magamra. Infósként elsők lettünk nagyjából, úgyhogy bebizonyítottam magamnak is, hogy erre képes vagyok. A szervezők gondoskodtak arról, hogy a túrázó csapat megfelelően feltöltődjön és pihenni is tudjon. Mindemellett a térség, azaz Muraföldre nyújtotta lehetőségekről és a további fejlesztésekről is információt kaptak. Azt is szerettük volna elérni, hogy a gyerekek a saját kis környéküket, saját vidéküket úgy ismerjék meg, mint a Muraföldre program kínálata. Ezért az elmúlt hetekben, hónapokban kollégáim nekiálltak szervezni az iskolákba olyan vállalkozókedvű gyerekeket a pedagógusok segítségével, akik egy ilyen túrára, egy jó néhány kilométeres kerékpár túrára vállalkoznak, és eljönnének egyik nagyon szép vidékére ennek a Mura földének, ez pedig a Szentpéterföldei vadászház, és innét nem messze van turistaház, meg nem messze innét van egy horgásztó, sőt kettő horgásztó, hogy ezt a vidéket megismerjék, és lássák azt, hogy milyen érték, milyen kincs van a mi kezünkben. És a másik célja tulajdonképpen ennek a kis túrának az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy már most a Muraföldre kínálatában vannak olyan lehetőségek, amelyek egy-egy családnak akár egy hétvégi programot is tudnak adni. Hisz itt nem messze ettől a tisztástól van egy végállomása az erdei kis vasútnak, Csömödérről idáig el lehet jönni, akár kerékpárral is a nyár folyamán, a vonatra fölhelyezett kerékpárral, innét pedig egy nagyon-nagyon szép kerékpáros túrát lehet tenni több irányba. Főként azt ajánlanám, aki ebben gondolkozik, azt az irányt ajánlanám, ahol mi jöttünk az erdőn keresztül, hisz a tavalyi évben adtuk át azt a üzemi utat, azt az erdészeti utat, amit az Alaerdő felújított, nem csak saját magának, hanem a turizmus fejlesztése érdekében, kerékpározásra kitűnő minőségűre épít fel meg azt. Legfőképpen azért, mert egyik legfontosabb partnere a Mura programnak a Zalaerdő, hisz már többször beszéltünk mi is erről itt a televízióban, újságban is, sajtótájékoztató keretein belül is többször elmondtuk, hogy a Zalaerdő komoly fejlesztési lehetőségre kapott anyagi forrásokat, többek között azért, hogy a Mura program turisztikai céljainak megvalósítását segítse. Ennek az útnak, ami most mi végigjöttünk ezen a körülbelül 16 kilométeres túrán, ez az út is része ennek, és hát azt szeretnénk, hogy majd a későbbiekben, akár a gyerekek segítségével, az ő elmondásuk alapján sok-sok kanizsa vagy kanizsa környéki kapjon kedvet arra, hogy egy ilyen családi túrát egy-egy hétvégén, szombaton, vasárnap megtegyenek. És hát természetesen szeretnénk kiterjeszteni ezt a lehetőséget nem csak a környékbelieknek, hanem távolabbról ide látogatóknak is. Erre pedig úgy lesz lehetőség, hogyha a mi programajánlóink a média segítségével eljutnak sokakhoz. Erre már vannak jelek, hisz tudjuk nagyon jól, innét nem messze, például Lispeszentadorjánban már van egy kerékpáros központ, amelyik szinte tavasztól őszig minden hétvégén foglalt, mert baráti társaságok, családok jönnek le, és nézik ezt a szép kies vidéket egy-egy kerékpáros túra alkalmával, kerékpáros közlekedésnek a segítségével. Ez volt a célunk, és hát a következő években várhatóan olyan fejlesztések fognak történni még a következő időszakban. Ezt tervezzük, és ennek a megvalósítására vannak komoly akaratok, hogy a látványosságok, a lehetőségeknek a kiteljesítésével, például itt a vendéglátásra is gondolok, annak a minőségi szintjének emelésével is egyre több embert tudunk elcsalogatni ide, hisz akkor, hogyha kerékpározásról beszélünk, vagy éppen kisvasutazásról beszélünk, akkor még nem tettünk említést a gyalogos túrák lehetőségéről, nem említettünk egy szót sem arról, hogy a Murán rafting túrát lehet tenni egészen a Mura-Dráva összefolyásáig. Már vannak vállalkozások,
azok, akik ezzel foglalkoznak a nyári időszakban. És meg kell említeni azt is, hogy egyre népszerűbb a horgászturizmus, amelyre kiváló helyszínt, helyet ad például a tőlünk nem olyan messze levő két zalaerdő kezelésében levő horgásztó, vagy éppen a Mura mentén számtalan olyan horgásztó, ami kitűnő minőségű halakat tud kínálni a horgászatban érdekelteknek, a horgászat iránt érdeklődőknek és a profi horgászoknak is. Ismeretterjesztő sorozatunkban ezúttal egy nagyon érdekes témát választottunk. A rovarokról fogunk beszélgetni Benedek Miklossal. A rovarok valószínűleg nem mindenkihez állnak közel, pedig sok esetben rendkívül hasznos élőlényekről van szó. Benedek Miklós bevezetésképpen olyan helyszíneket mutatott kameránknak, amelyek gyakorlatilag rovarhotelként funkcionálnak. De hallgassuk a szakembert! A rovarok közvetetten hihetetlen nagy hasznot hajtanak az embereknek, amiket mi nem is nagyon tudunk, és ez valójában attól van, mert ők, ahogy tevékenykednek, azokat mi nem is látjuk és nem is érzékeljük. Ellenben a különböző növényeket, akár a gyümölcsfákat, akár különböző más növényeinket, hogy megporozzák, az egyértelműen a rovaroknak a számlájára kell, hogy írjuk. Nagyon sok helyen a kémiai készülődés, a kémiai felkészülés és kémiai dolgok miatt a rovaroknak a száma jelentősen visszaesett. És pár évtizeddel ezelőtt, amikor én kinyártam Ausztriába, illetve Németországba, akkor mindig mondták nekem ott a kollégáim, hogy ők folyamatosan telepítenek hoteleket, insect hotel, tehát az insect az a rovar és a hotel, hát ahol, amiben a rovarok le tudják rakni a petéiket, ki tudnak fejlődni, és utána el tudják végezni azt a tevékenységet, amely az emberek számára nagyon lényeges és nagyon fontos. Hát akkor itt Magyarországon ezek a dolgok még teljesen ilyen, még papucsba se jártak, nagyon-nagyon messze voltak, de azt lehetett látni, hogy ezek az insect hotelek, amik különböző módon megépített akármilyen kis egységek, oda a rovarok le tudják rakni a petéket, és utána szétrepülnek, és meg tudják porozni a növényeket, és nagyon pozitív dolgokat követnek ezzel el. Tehát nem a szúnyogokról van szó, nem a vérszívókról van szó, hanem azokról, amelyek a növényeknek, leginkább a méz termelését szolgálják. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos azt itt kijelenteni, hogy különböző módon lehet, egészen primitív módon ilyen insect hotel csinálni, mint amit itt mögöttem van, akár egy cserépbe, akár egy dobozba betenni fadarabokat, és a rovarok kifurkálják a lehetőségük szerinti legkedvezőbb helyeket, és oda lerakják a petéket, és onnan szépen tudnak szaporodni. De hogyha mindenhol csak a kémiai anyagokat használjuk, és mindenki fél és ijedezik a rovaroktól, ott sajnos a virágoknak a megporzása is sokkal nagyobb problémát okoz, és azt hiszem, ez mindenkinek meg kell ezzel a dologgal barátkozni. Vannak olyan boltok, ahol lehet kapni rovar hoteleket, rovar hotelt, mert gyakorlatilag ezt nagyon egyszerűen meg lehet csinálni, hogyha van valakinek egy 15-20 centis vagy 25 centis átmérő fadarabja, és abba belefúr 20-as, 25-ös vagy akármekkor lukakat, abba gyönyörűen bele fognak költözni a rovarok, és csodálatosan szépen ott el tudnak szaporodni, nem olyan mennyiségben, ami az ember számára problémát jelentene. A rovarokkal kapcsolatban van még egy fontos téma, hiszen a táplálékláncban fontos szerepet töltenek be. Felmerül a kérdés, vajon a rovarok számának csökkenése egyenes arányban van-e a kistestű vagy éppen az énekes madarak számának fogyatkozásával?
abszolút van összefüggés. Sajnos az a helyzet, hogy a vegyszeres kezelések miatt nagyon sok rovar elpusztul, ennek következtében azok a kismadarak, amelyekről most nem akarok név szerint őket említeni, de nem találnak táplálékot, olyan helyekre mennek el, amely helyeken megtalálják a táplálékot. Tehát itt nagyon jó példa erre, hogy az odúba, hogyha valaki egy odút feltesz, tehát nem madár etetőt, ha madár odút, amiben betudnak például mondjuk a cinegék, vagy a kerti rozsdafarkú meg tud telepedni, akkor azokon a helyeken aztán az összes szúnyogot, legyet, mindent, amit el lehet képzelni, ezek mindent elpusztítanak, hisz a gyerekeiknek, idézőjelben a gyerekeiknek kell a táplálék, és valahonnan meg kell azt vegyék, és azt nem a boltba veszik meg, hanem a környéken fogják a fákról, a növényekről lecsipkedni, és azokkal etetik a gyerekeiket. A rossz idő sem szegte kedvét a szenioroknak, rengetegen vettek részt e hét szerdáján, az idősek majálisán. A hagyományőrző csapatok is megjelentek a programon, de az egyik legnagyobb attrakció a főzőverseny volt az aranyfokonál díjért. Az idén valamivel kevesebb csapat szállt versenybe a díjért, de így is több helyen incsiklandó illatok szálltak az üstök környékén. Több olyan csapat is volt az idei majálison, akik versenyen kívül érkeztek. Elmúlt egy éve, hogy alakult Szepetneken a Hat főzzek ma magamnak főzőklub, és meghívást kaptunk, és örömmel jöttünk erre a rendezvényre. Kitaláltuk, hogy ez alkalommal babosrépát fogunk készíteni. Sok-sok pörkölt készül még, és hasonló jellegű étellel még ezen a rendezvényen nem vett részt főzőklub. Összefogtunk, és a több mint 23 főből 8-an vagyunk jelen. Hétköznapra esik, többen dolgoznak, és sajnálják, hogy nem tudtak velünk tartani. Egy kicsit a klub működéséről még mindenféleképpen beszéljünk, hiszen nyilván Szepetneken nagyon sok jellegzetes vidéki étel van. Megőrződnek ezek is a klub tevékenységén belül? Természetesen. Hát nagyon változó, amiket készítünk hónapról hónapra. A következő hónapban pont a horvát nemzetiségi önkormányzat támogatásával és a tagjaival, hiszen közülük is vannak főzőklubban tagok, horvát ételeket fogunk készíteni. De elkészült már nálunk ázsiai étel is, spanyol, olasz, teljesen változó. Tehát sváb ételés, igen, segítenek a tagok. Mindig megbeszéljük előtte, hogy mi az, ami következő alkalommal elkészül. A szepetneki csapat tagjai úgy fogalmaztak, náluk nincs munkamegosztás, mindenki beletette a magáit a főzésbe. Nem, megegyezünk, megbeszéljük. Megkóstoljuk, kinek mi hiányzik belőle, megmondja, és közösen. A babosrépa elméletileg legalábbis Miklósfáról terjedt el nagyon híresen. Van a szepetnekinek valami különlegessége? Hát a szepetnekinek annyi különlegessége van, hogy mi nem kovásszal erjesztettük régen, hanem úgy, ahogy a káposztát. Tehát úgy edénybe, ilyen hagyományos erjesztésre, sóval. És akkor egyel odébb megyünk. Ki mit tesz hozzá? Mert azért nem mindegy a fűszerezés, itt azért össze kell fogni az asszonyoknak. Hát igen, megbeszéljük, hogy ki mit szeretne belerakni, ő otthon hogyan csinálja, és akkor így mindenki a saját maga ízlése szerint rakja bele. A babosrépának rengeteg változata van, Szepetneken is többfélét ismernek, hogy van, aki így csinálja, van, aki úgy? Hát igen, legalábbis mi otthon először a pörkölt, és akkor utána rakjuk hozzá a hozzávalókat. De van, aki úgy csinálja, hogy először a répát főzi egy pillanatra meg, és akkor utána rakja össze. Ez egyénileg válogatja, hogy ki hogy csinálja. A zöld tábor épületének egyik sarkát foglalták el a szepetnekiek, a másikat pedig a Bajcsai Nyugdíjas Klub. Náluk szintén egy igazi finomság készült. Ez a sertésborda, hentes murda. Először a sertésbordákat lepirítottuk zsíron, kiszedtük, majd a füstölt szalonnát és a sonkat, darabokat szintén megpirítottuk, kiszedtük, majd végén a
paradicsom mártást készítettünk, kis liszttel sűrítve, és akkor visszaösszeszedtük savanyú uborka vargányaporral, ízesítettük, sűrítettük, és most még rizs készül hozzá. Honnan a recept, illetőleg honnan a főzés szeretete? Igaz, hogy szeretnek főzni a férfiak is, de igen, nem ennyire bonyolult ételt. Hát ez régi gyakorlat, meg tapasztalat alapján készül, igen. A receptet honnan ismerte meg? Hát nem szakácskönyvből, hát ebből is, abból is összetevődött több gyakorlat alkalmával, igen. A mindennapok folyamán is szívesen áll a tűzhely mellé? Igen, otthon is szívesen főzök, segítek a nejemnek, megosztjuk a munkát a konyhába is. Húsos dolgok főleg az én reszortom mindig. A bajcsai nyugdíjasok több alkalommal hódították már el az aranyfakanál díjat. A klubtagok büszkék az idei főszakácsukra. Vezetőjük még több érdekes dolgot is elárult róla. Nagyon ügyes hentes, igaz, hogy nem a reklámhelye, de sorozatosan vágja a disznókat, kolbászt tölt, hurkát tölt, úgyhogy bárki hithatja, akinek éppen ilyen gondja akad, hogy nem tudja a disznókat feldolgozni. A bajcsai nyugdíjasok egy nagyon jókedélyű és nagyon aktív csapat. Hogyan tudtátok kiválasztani magatok közül, hogy ki legyen a főszakács? Hát ez adta magát. Eddig nők voltak, és most van férfi tagunk is, és a Pista meg nagyon ügyes szakács, úgyhogy ez adta magát, hogy őt nevezzem be. Talán nem is volt kérdés, hogy részt vegyetek a rendezvényen. Igen, igen, ez így van, minden évben részt veszünk rajta. Nem titkolt szándék, hogy megint elsők szeretnénk lenni, mert eddig mindig megnyertük, egyszer volt hol versenyünk. Mivel készültetek eddig, amivel megnyertétek? Volt lángos az első évben, aztán utána hortobágyi húsos palacsinta, aztán gíroszunk is volt, most meg a sertésboldra, hertes modra. Az idei majálison is volt egy olyan sátor, ahol hatalmas kondérokban több ember részvételével készült az étel. A program zsűri elnöke nem csupán az ítés szerepét vállalta magára. Az idén egy picit rosszabb az eredményünk, mert csak talán 4 vagy 5 csapat jelentkezett, de nem is az a fő attrakciónk, hanem a 650 főre főzzük mi a babgulyás, és itt, amit tetszik látni, itt készül el, ami mind a 4 évben most már ugyanígy, és mi azon versenyzünk, hogy melyik évben finomabb. Idén lesz a legfinomabb. 650 főre főzni, az nem kis feladat. Látom, hogy azért vannak asszonyok, akiket nyilván irányítani is kell menet közben. Persze, irányítani is kell. A tegnapi napon, tehát a keddi napon már felkészült, előkészítettük a nyersanyagokat, összeapogattuk mindent, most már ma csak 9 órakor kezdtünk, tehát egy 3 óra elegendő ahhoz, hogy kész terméket állítsunk elő. És én úgy érzem, hogy ez nagyon jó fog sikerülni. Ekkora sereglethez azért említsünk egy kis arányokat mindenképpen. Miből mennyit vásároltak be? Általában 10 fő a standard receptúra. Itt olyan 600-ra felszorozzuk, akkor általában 40 kg húst vettünk, 30 kg babot, különböző 30-40 kg zöldségféléket, hagymát, fokhagymát, petrezselymet, sárgarépát, egyebet, és akkor ezekből állítjuk össze, tehát a 600 fő, az körülbelül olyan 1-20 kg nyersanyagot használnunk el. A kanizsai csapatok közt is volt olyan, amelyik nem szállt versenybe, de teljes létszámmal képviseltette magát, sőt a kondérja sem volt üres. A szépkorúak társaságánál csülkös pacal illata csábította az érdeklődőket. Nagyon izgultunk, mert nagyon készültünk, aki él és mozog, tehát 30-an itt vagyunk. És ugye tudod, hogy mindig olyan a csapatunk, hogy tehát minden sütit, hogy mindenfajta süteményt, mindenki a savanyukat, és látod, hogy tehát nagyon igyekeztünk, és a magunk örömére, és azt meg kell említeni, hogy nagyon köszönjük a szakácsunknak, a dr. Kékesi Jenőnek, mert ő az alapja az egésznek. Mivel készültettek, milyen étkekkel, hiszen itt nagyon finom illatok szállnak? Hát ugye tarhonyát hoztunk, mert azt otthon meg tudtuk csinálni, ugye, mert tudtuk, hogy az idő nem biztos, hogy akkor csülköt hoztunk, pacalt hoztunk, úgyhogy akinek ami a kedvence, hogy kétféle öröm legyen.
Ez a mai nap nyilván nagyon jó alkalmat biztosít arra is, hogy együtt legyen a társaság. Hamarosan jön a nyári szünet, tehát akkor jól gondolom, hogy ez egy jó alkalom? Igen, igen. 11-én megyünk kirándulni, az is ugyanígy a csapat, tehát egy nagyon összetartó, ugye, ahogy tudod, régi baráti társaságunk. És tényleg, akinek nem fáj a lába, vagy nem bottal, mindenki eljött. Az Arany Fakanál díjat végül a Kórház Nyugdíjas Klub nyerte meg Gyenese Endre vezetésével. Ők halászlét készítettek szabadhegyi módra. A majálison az érdeklődők sem unatkoztak, hiszen a felállított sátorban folyamatosan szórakoztatták egymást a fellépők. Csak azért is kívánom, úgy sem miattok a másik világon. Hol van az igazság, hol nélkül nincsen igaz igazság. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket. A Dombvidék legközelebb 2 hét múlva várja önöket. Viszontlátásra!